Láttam. Ezek szerint elismeri, hogy rendszeresen publikál a Klucinfon? Ne szóljon közben egyrészt. Én ugyanis nem mondtam ki a nevét. Azt hiszem, hogy ez a nyilvánosságot is érinti. Nagyon súlyos kérdés, hogy egy országhelyiségi képviselő... Én is súlyos kérdésekről beszélek. Egy országhelyiségi képviselő egy törvénytelen működő fórumon rendszeresen publikál. Ne minősítgessen itt például a legolvasottabb jobboldali hírportál, tűrtőztesse magát, akármilyen kellemetlen is az ön számára, hogy az ön perverz, obszén verseit ez a portál közölte. Érdekes, akkor még nem szégyelte. Nem fizettek jogdíjat érte, képviselő úr. Akkor legyen szíves eljárást indítani, még jó, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogramból részesült támogatásban ezekhez az öncélúan obszén pervers trágár verseinek a kiadásához. Inkább az a szégyen szerintem, de hogyha ez önt ennyire zavarja, akkor legyen szíves a portálhoz fordulni. Hogyha még ön úgy gondolja, hogy ezekből a perverz verseiből is hasznot akar húzni, és nem elég az a több fizetés, amit álláshangozóként bezsebel. Lehet, hogy Böröz István is fölháborodna, hogy nem fizetett jogdíjat a kuruc.info a 6-os kartonjának a közléséért, de azért talán elmondhatjuk, itt van rajta, ugye, hogy Nádasdy Fedőnével lett a belső elhárítás munkatársa, méghozzá, idézem, a beszervezés alapja anyagi érdekeltség. Hogy viselkedik? Nem adtam önnek szót, képviselő úr. Magának sem adhatna, az a durva. De képviselő úr, nagyon szépen kérem, ne bírálja az ülésvezetést, szíveskedj. De nem adtam szót önnek, képviselő úr. Nincsen nél a szó. Tanulja meg. De mondom, nincs önnél a szó. De képviselő, én éppen beszélek, ne haragudjon. Nézze, én is beszélek. Ugyanolyan házszabálysértő ön, mint ahogy most engem rákényszerít arra, hogy a jogos szókérésemet kiharcoljam. Tehát legyen szíves, ne forgassa ki a szavaimat. Nincs önnél a szó.